Tisztelt Budapest környéki törvényszék! Az elkövetők egyéni felelősségét és a vád bizonyítottságát az ügyészség részletesen kifejtette és indokolta vádbeszédében, így ebben a körben én sértetti képviselőként nem tartom szükségesnek a felszólalást. Azonban szeretném azt megjegyezni, hogy nem értek egyet a vádirat azon megfogalmazásával, mely szerint a célkitűzés, tehát a vádlottak célkitűzésének része lett volna az, hogy a romákkal kapcsolatos problémákat a közfigyelem középpontjába állítsák, és a tehetetlennek tekintett hatóságok helyett igazságot szolgáltassanak. Továbbá azt is tartalmazza a vádirat, hogy ilyen cselekmények által a figyelem nyilvánvaló, tehát az én álláspontom szerint ezt a megállapítását a vádirat a vádlottak vallomására alapozta, azonban az én meggyőződésem, hogy figyelemmel arra is, hogy a vádlott nem köteles igazat mondani, de a cselekmények egyéb körülményeire is ezt vádirati tényállásban rögzíteni, így az ítéleti tényállásban rögzíteni nem lehet. Nyilvánvalóan ilyen cselekmények által nem társadalmi problémák felé fordul a figyelem, és nyilvánvalóan semmi köze, semmiféle igazságszolgáltatáshoz annak, ha faji alapon választva áldozatot hidegvérrel ölnek nőt, férfit, gyermeket. A vádlott tagadhatja, hogy rasszista indítéka volt, de a tettek magukért beszélnek. A magyar bűnüldözés történetében példátlan bűncselekmény sorozat egy rasszista indítékú sorozatgyilkosság elkövetőinek büntetőjogi felelősségéről fog dönteni a törvényszék. Azonban az ügy kapcsán joggal felvethető, hogyan kerülhetett sor ilyen hidegvérrel elkövetett brutális támadásokra. Felvethető, sőt megállapítható társadalmi felelősség is. A jegyzőkönyvekből kiderül, itt a konkrét Galga Györki esettel kapcsolatos vádpontra utalok, hogy vádlotti elmondás szerint internetes és televíziós híradásokból értesültek romáknak tulajdonított atrocitásokról, és ez is hozzájárult ahhoz az elhatározáshoz, hogy kifejezetten romák ellen fognak akciókat szervezni, mégpedig félelemkeltés és megfélemlítés céljából. Galga Györköt is így választották ki, az ügyész úr vádbeszédében utalt arra a műsorra, ami megalapozta a célpont kiválasztását. Az előzményi ügyről itt a tárgyalásokon kevés szó esett Galga György esetében. Röviden összefoglalnám, ez nagy nyilvánosságot kapott, mert a Magyar Gárda tagjai költöztettek el két családot a faluból. Egyes médiumok ezt úgy állították be, hogy a cigányok évek óta fenyegették a házaspárt, sőt önkényesen beköltöztek a házukba. Az itt rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a Galga Györki eset előzménye valójában egy több évig tartó, kisebb konfliktusokkal tartított, ám de békésnek mondható egymás mellett élést követően, mindössze két héttel a Magyar Gárda kihívása előtt feszülté váló helyzet volt. Csak a segélyhívó házaspár számolt be életveszélyes fenyegetésekről, de ezt rajtuk kívül senki nem látta, senki nem hallotta, a szemközti szomszédok sem, akikkel pedig ők baráti viszonyban voltak, és akik végül velük együtt elköltöztek. Az is megállapítható az iratok alapján, hogy amikor segítségül hívták a Magyar Gárdát, többek között, több társukkal együtt, Kis Róbert és Volner János ment el először hozzájuk, fenyegetőzést ők sem hallottak, de mi alatt a házaspárral beszélgettek, valakik betörték a problémásnak mondott cigány család ablakait, kolmiaikat kidobálták a kertbe, majd felnyitották. A költöztetés után az elsőrendű vádlott által hivatkozott televíziós műsorban kizárólag a házaspár verziója hangzott el, melyet a műsorvezető gyűlöletkeltésre alkalmas módon kommentált. Az ilyen műsorok, sőt az ilyen tematikájú sajtótermékek és internetes oldalak napjainkra gombamód elszaporodtak. Megjegyzem, a rendőrség nem tudta felderíteni, hogy kik mentek be a cigány család lakóhelyre, és kik gyújtották fel a gyermekruhákat is. Az elkövetők célválasztásának alapja, tehát a médiumok kommunikációja, felveti az egyoldalúan és gyűlöletkeltésre alkalmas módon tudósítók, bár nem büntetőjogi, de erkölcsi és társadalmi felelősségét.
A legdemokratikusabb társadalomban is vannak rasszista attitűdök, időről időre nyilvánosságot kapnak rasszista kirekesztő megnyilvánulások. Magyarországon azonban a 2000-es évek eleje óta az előítéletes gondolkodás nyílt felvállalása egyre inkább teret nyert, társadalmi előítéletektől sújtott csoportok váltak bűnbakká, és már a cselekmény idején pártprogram része lehetett a romák és a bűnözés állítólagos kapcsolatának folyamatos hangsúlyozása. Az előítéleteket erősítő felelőtlen politizálás következtében alapvető erkölcsi gátak omlottak le, és ez táptalaja a rasszista indítékú erőszakos cselekményeknek. Más okból sem előzménymentes az a szégyenletes büntet, ami miatt ma négyen ülnek a vádlottak padján. A szegregáció évtizedekkel ezelőtt teret nyert az oktatásban, majd önkormányzatok programjává vált, és mára odáig jutottunk, hogy az állam nem pusztán elmulasztja az egyenlő bánásmódot biztosítani, hanem igyekszik ehhez törvényi felhatalmazást adni. Félkatonai szervezetek jelentek meg, sokáig zavartalanul keltették azt a látszatot, hogy ők jelenthetik a megoldást a bűnügyi statisztikák szerint egyébként nem romló közbiztonsági helyzetben. A leszakadó csoportok iránt már csak kevesen éreznek részvételt, lassan társadalmilag elfogadottá válik az elfogadhatatlan, a kirekesztés a származás alapján történő megbélyegzés. Mindez az állam felelőssége, hogy ezt a folyamatot eltűri, nem tesz világossá és egyértelművé értékeket, nem teszi egyértelművé, hogy a fajgyűlölet, a rasszizmus és ennek minden bújtatott és sorok közé rejtett formája elfogadhatatlan. Az állam felelőssége is, hogy a nyomozószervek ebben a sorozatgyilkosság ügyben nem ismerték fel időben a cselekmények rasszista jellegét és indítékát, sőt volt olyan eset, ahol az első nyilatkozatokban leplezni igyekeztek azt, hogy egyáltalán bűncselekmény történt. Csak a tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság után jelentette be a rendőrség azt, aminek a lehetőségét már sokkal korábban vizsgálni kellett volna, hogy összefüggés mutatható ki a romák elleni támadások között, de még ekkor sem foglaltak állást abban a kérdésben, hogy rasszista indítatásúak a bűncselekmények, csupán nem zárták ki ennek a lehetőségét. Az állami és társadalmi felelősség jelentős ebben az ügyben, de ez a felelősség a vádottak felelősségét nem csökkenti. Aljas indokból kioltották 6 ember életét, gyáván lesből fegyverteleneket mészároltak le. A megfelelő büntetés talán segít a rasszizmus tébolyát visszakergetni a történelem süllyesztőjébe. Én ehhez kérem a tisztelt törvényszék segítségét. Köszönöm.